olyan filmforgatókönyvek fognak születni, most én biztos vagyok ebben a bezártságban, hogy itt Oscar-t fogunk Oscar-ra halmozni, ez biztos. Olyan volt, hogy kijelentette, hogy ő előrébb helyezi a filmes elfoglaltságait, és nem veszi figyelembe a színházi dolgait, és azért parókát kellett neki csináltatni. Tehát most ez egy nagyon... A pörgés az bennem van, az nem a... Nem a az mindig, én mindig pörgök, tehát hogy akkor is pörgök, ha ülök. Jó napot kívánok, sziasztok, mindenkit sok szeretettel üdvözlök, ez itt a Karanterjú, és mai vendégem Balázs Andrea színésznő. Szia, Andi! Szia, köszönöm szépen a nézőket! De jó hajad, Andi, ez most így nagyon új stílus. Az abszolút új, ez ma délelőtt voltam fodrásznál, csodálatos fodrász barátom a kedvünkért bejött a bezárt szalonját kinyitni, és az én páromat szépen megnyit, szépen lassan visszaveszi a vendégeit, de csak nagyon óvatosan, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy váltok egy picit. Ez most ilyen nagyon exkluzív interjú, mert akkor ez az első így évek volt, amikor ilyen rövid hajjal jelentett. Pontosan így van. Most megtehetem az évadban, nagyon vigyázok rá, amikor úgymond rendes színház van, hogy ne változtassak hajhosszúságon, hajszínen, semmin. Ez a jelmeztervezőknek ad segítséget, illetve azoknak a fodrász kollégáknak a színházban, akik megszoktak egy hosszúságot, és abban készítik el az éppen aktuális hajakat a színdarabokhoz. Ez csak ilyen kimondatlan szabály, vagy ez alá is kell írnod valamit, hogy te nem változtatsz így? Nem kell aláírni, de ez kimondatlan szabály, és ez mindenki tartja magát. Tehát a fiúk is a színházban bejelentik előre, ha esetleg egy tévészereplés, vagy egy filmszerep miatt vágni kell a hajból, vagy valami, mert ugye nem minden stílus illik bele a színdarabokba. Ilyenkor a fodrászok és a maszkosok természetesen megpróbálnak valami megoldást kitalálni ennek a helyére, ha tudnak. Ha nem, akkor meg sajnos tiltva van, hogy vágasson az ember akár a hajából. Volt már ilyen a közvetlen környezetedben, aki nem jelentette be, és így volt bent így a színházban, és mondta, hogy... Olyan volt, hogy kijelentette, hogy ő előrébb helyezi a filmes elfoglaltságait, és nem veszi figyelembe a színházi dolgait, és azért parókát kellett neki csináltatni. Tehát most ez egy nagyon drága dolog. Tehát, hogy a igazi hajból készített emberi, hajból készített paróka, az egy drága dolog. Úgyhogy így okozott némi fejtörést ott a színházban maszkosoknak, fodrászoknak, hogy oldják meg, hogy az éppen tüsire vágott hajú fiatalemberből hogy legyen egy 1800-as évekbeli hosszabb hajú fiatalember. Jó problémás, akkor feladta a divattervezőknek. Téged már be se kell mutatni, színész, műsorvezető, zsűritag, a Talent Stúdiónak az oktatója is vagy, ugye? Igen. Jelenleg egy egyszemélyes varrodának a vezérigazgatója. Vezérigazgató és maga műszakvezető, és minden én vagyok. Szabó. Igen, láttam egy interjút így veled kapcsolatban egy pár héttel ezelőtt, hogy te harsz szájmaszkokat, és ezt még most is műveled? Abszolút, igen, abszolút. Most is éppen annál az ebédlő asztalnál ülök, aminek az egyik fele varroda, a másik fele egy stúdió, ahol fölveszem az interjúkat, illetve meséket mondok gyerekeknek, verseket mondok, vagy bármi ilyesmi, és aztán van az ebédlő része, úgyhogy ez így az ebédlő asztalunk átalakult egy munkaasztallá. És igen, a mai napig varrom a maszkokat, tehát amiket én készítek, ezek két rétegűek, és bele még a harmadik réteget bele lehet rakni, tehát hogy én ezt megnézettem, mielőtt elkezdtem készíteni, hogy biztos jó-e, tehát hogy hasznos-e, nem csak, hogy jól nézzen ki, hanem valóban hasznos legyen, és most idősek otthonának és kórháznak készítem éppen az új adagokat. De neked ez így szakmád is a varrónő, ugye? Még mellette másik kettő szakmád is. Így van, én nem gimiben érettségiztem, hanem én szakközépiskolában érettségiztem, és ruhagyártó az egyik szakmám, és én megszereztem hozzá még a cipőfelső részkészítő szakmát, ami ilyen nagyon érdekes, ugye bőrből hogy áll össze a cipő, én ezt mindig nagyon érdekel, és van még egy a masszőr. És ezeknek az elvégzése után jelentkeztem én színésznőnek, és lett belőlem 18 éveim már egy színésznő. És így a színházi tevékenysége során volt olyan helyzet, amikor ezt a tudást, ezt a varró tudást tudtad kihasználni, kamatoztatni?
Hát igaziból nem. Igaziból sosem kellett varnom még, viszont tudtam, ilyenekbe tudtam segíteni esetleg, hogyha egy ruhát át kellett alakítani hirtelen egy-egy helyzetben, akkor tudtam tanácsot adni, de hál' Istennek, én a Karinti Színházban egy olyan helyzetben vagyok, hogy a világ legcsodálatosabb öltöztető nénie van 18 éve velem, aki szuper funkcionális, mind a kettő öltöztetőnk fantasztikus, az egyik szab, a másik var, és ezért, hogyha bármi olyan van egy színésznőnek, hogy mit tudom én, meghízott egy picit, lefogyott egy kicsit, vagy nem szétfeslett a ruha, vagy újat kell varni, akkor ott nálunk ez rögtön megvan oldva, az egyik kiszabja, megszerkeszti, kiszabja, ahol a másik megvarja, úgyhogy így nem kellett, a tanácsot tudtam segíteni. Akkor neked nem volt az a pillanat meg, hogy valaki beront mondjuk az öltözőt, és mondja, hogy Andi, szétszakadt a ruhám, nem találom az öltöztetőnénit, és akkor tudnál-e segíteni, és mondta... Az már, ez olyan biztos, hogy volt, olyan ezer volt, amikor leszakadt az a te pillanatod volt. Abszolút, volt, olyan rengeteg volt, főleg a fiúk szoktak úgy berontani, hogyha van valami probléma, hogy egy gomb, vagy valami elhagyta őket előadás közben, és mondjuk nincs kapacitása a két csodanőnek, hogy megcsinálják, akkor simán felvarok egy gombot, szóval ez nem kérdés. Így a karantén helyzet teljesen leállította gyakorlatilag ezt a színházas világot. Milyen darabokban vettél volna részt? Hány ilyen darab volt? Hát körülbelül 30 előadáson maradt el. Én folyamatosan játszom, tehát én most jelenleg 9 darabban játszom, és ezeknek az összessége lett volna ez a 30 darab előadás, ami lett volna március és áprilisban. Hát, hogy most ezek közül melyik marad, és gondolom mindegyiknek mindegyik marad, ez nagyon képlékeny dolog most, az ember alig tud valamit ez az egészről, azt nem tudom, de azt tudom, hogy 2 újat már fogok próbálni még a következő évad elején. A zenészek és a színház az így eléggé közel áll egymáshoz. A zenészek nagyon jól tudtak reagálni, nagyon gyorsan írják, mondják ki a dalokat, otthon ugyanek a ketterük. Szerinted így a színházi társadalom tudott reagálni, vagy erre a helyzet? Esetleg online olvasó próbákat, és miután kikerülünk így a nagyvilágba, akkor egyből tudjuk a színházat. Persze, mindenféle törekvés van arra, hogy ezek a színházak fennmaradjanak, és ami a legfontosabb, a közönséggel való kapcsolatot ápolják. Mind a két színház, ahol én játszom, én szabadúszó vagyok, tehát én két színházban vagyok érdekelt, a Karinti Színház és a Veresed Színház is nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ugye tartsa a kapcsolatot a kedves nézőkkel, és láthatók maradjunk az ő szemük látára. Úgyhogy egy csomó olyan kapu nyílt meg, és én megmondom őszintén, hogy ezt egy kicsit most már élvezem is, hogy látom a kollégákat, ahogy verseket mondanak, ahogy új dolgokhoz nyúlnak, születnek szerintem, fantasztikus darabok fognak születni, ez tuti. Mert mindenkinek az az ötlet, ami eddig a fejében volt, és időhiány miatt nem tudta papírra vetni, vagy beütni a számítógépbe, az most itt kinyílt a lehetőségek kapuja, és mindenki most egy kicsit alkothat. Én azt hiszem, hogy ami ilyenkor szokott lenni, hogy itt most nagy dolgok születhetnek. És most nem is színházaként, hanem színészenként, egyénenként. De szerintem egyébként az online olvasópróbáknak is eljött az ideje, igen. Tehát simán meg lehet tartani egy online olvasópróbát, bár nem hiszem, hogy utána tovább lehet lépni egy rendelkező próbával, mert azt már nem lehet kivitelezni fizikális jelenlét nélkül, de egy olvasópróbát még simán be lehet iktatni. Mindenki megpróbál úgy reagálni erre, hogy mindenkinek jó legyen. Én érdekes, mennyiszer említjük, hogy így a koronavírus benne lesz majd a történelemkönyvekben, és annak a hatásait, hogy a kultúrának a része lesz gyakorlatilag az a bezártság, hogy amit igen, említettél is, hogy mennyi mindenki majd ontja ki magából, akár a színészek, zenészek. Ez teljesen biztos, hogy itt most olyan művek fognak születni, mind zenei, mind színházi darabok, mind versek, könyvek. Annyi sok minden fog, mert az a bennünk szúnyadó, meg eleve egy csomó kérdést felvet az emberben ez a bezártság. Egy kicsit másképp gondolkodunk mi is színészek dolgokról, és szerintem, hogyha valakinek van affinitása, hogy ilyenkor elővegyen egy papírt meg egy ceruzát, csodálatos dolgok születhetnek itt a karantén. Hát karantén vagy bezártság alatt. Biztos vagyok benne. És nem csak az unalomból szült színdarabok, vagy az unalomból, hanem amikor tényleg ott van az embernek így hátul a kisagyában egy történet, amit már nagyon szeretett volna papírra vetni, egy családi sztori. Olyan filmforgatókönyvek fognak születni, most én biztos vagyok ebben a bezártságban, hogy itt Oscart fogunk Oscarra halmozni. Ez biztos, mert érzem, hogy nagyon sokszor azért nem születtek meg dolgok, mert nem volt rá idő. És most egyszer csak nagyon sok idő lett mindenkinek.
sok idő lett, hát ha már az időnél tartunk, a színházi világ az eléggé pörgős, és én úgy sejtem, hogy neked így ez a reggeli ebéd vacsora, ez ami ugye a normál embereknek ugye belefér, hogy leülök délben, esetleg este 8-kor, így próbára, előadásra mentek, és éppen csak bekaptok két darab között valamilyen kis falatot, így neked megváltozott az étkezési szokásod otthon? Reggeliznem például, amit nem nagyon csináltam, hanem így elindultam, és útközben a kocsiban egy dobozból kétszer sültet valamivel. Tehát, hogy most leülök, meg reggelizek, mint egy normális ember, és csak utána kezdek neki a napi dolgoknak. Az ebéd nálunk nincs kőbe vésve, mert mi nagy alvók vagyunk az én drága jó párommal, akivel 18 éve élek együtt, összecsiszolódott az alvási ritmusunk, úgyhogy például nála nincs ez, hogy akkor délben itt nekem a gőzölgő húsleves már, mert nem kell az ő tányérjába. Akkor van ebéd, amikor mi akarjuk. Alapvetően inkább a vacsorára koncentrálódik az étkezésünk, már addigra vagyunk késznél, mert van, amikor elrabol a Netflix, meg az HBO Go, meg az összes sorozat, és egyszer csak hajnal 3:30 lesz, akkor nem fogok fölkelni reggel 9-kor a piacon, vagy hát most nem is mehetnék, de most nem tudom, nem állok neki főzni 10-kor. És ez egy nagyon szerencsés dolog, ami karanténunk van. Így megvan a 3 étkezés, csak egy picit mindig elcsúszik. És nincs olyan, hogy imitálod egy kicsit ezt a pörgősséget, hogy mondjuk átrohansz a konyhából a nappaliban, meg oda-vissza, és így fölkapsz az asztalról, hogy nehogy hiányozni nem. Az érzést. Nem kell. A pörgés az bennem van, az nem a az mindig, én mindig pörgök. Tehát, hogy akkor is pörgök, ha ülök. Mert ott, akkor is jár az agyam mindenféle dolgokon. Tehát, hogy én rengeteget informálódom például, és én az internetet is az arra használom alapvetően, hogy információkat gyűjtök. Ha valami tetszik, hogyha mit tudom én, te megkérsz engem, hogy szeretnél velem interjút csinálni, akkor én legalább pár órát el tudok azzal tölteni, hogy utánad nézek, megnézem, meghallgatom, milyen véleményeket megformálok róla valamit. Tehát, hogy ezt én borzasztóan szeretem. Hogyha van egy... Én elfoglalom magam, tudod? Tehát az agyam az állandóan jár. Ezért is jó ez a varrás dolog egyébként visszatérve az előző témánkhoz, mert lefoglalja a kezemet és a figyelmemet valami, amire figyelni kell, mert ez egy veszélyes üzem azért, mert a varrógép meg én mit tudom én, de hogy az ember úgy odafigyel, de közben csodálatos helyeken járhatok fejben. És szerintem az most nekem lefoglalja. Tehát nekem az a pörgés most. Na nézzük akkor egy kicsit pörgessük és járassuk az agyunkat, egy kis így a végére egy kis játékot szeretném. A játék abból áll, hogy mondok kettő szót, így sorra egymás után, és hogy amelyik rád jobban jellemző, azt mondtam vissza azt. Jó. Na nézzük. Kék vagy piros? Kék. Popcorn vagy nachos? Nachos. Édes vagy sós? Sós. Balaton vagy tenger? Balaton. Autó vagy repülő? Autó. Gyomaendröd vagy Budapest? Gyomaendröd. Biztosan az. Tyúk vagy tojás? Tojás. Tuti? Tuti. Oké, vagy tyúk. Színház vagy tévé? Színház. Tél vagy nyár? Nyár. Hát nagyon szépen köszönöm neked az interjút, Andi. Nagyon-nagyon szívesen. Jól éreztem magam itt nálad a csatornádon. Ahogy hallották, Andi mondta, folyamatosan pörögjünk, aki teheti, maradjon otthon, minden rendben lesz, és szép napot kívánok neked, Andi.